3 km hosszan vezet be a kerékpárút a 41-es főúttól Baktalórendháza központjáig. Az útszakasz meghatározó a város közlekedésében, hiszen sokan kétkeréken teszik meg a munkába, iskolába vagy ügyintézéshez szükséges utat naponta a településen. Az út minősége azonban az évek során jelentősen leromlott, ezért most már elengedhetetlenné vált a felújítása. A meglévő belterületi kerékpárutunk több mint 20 esztendős, természetszerűleg kopott, elhasználódott, az akkori szabályok szerint épült, ami már nem felel meg a mai szabványoknak, ezért vált a 3 km belterületi szakasz felújítása szükségessé. Új kerékpárutak alapkövét teszik le Baktalórendháza központjában. A régi, meglévő kerékpárút idáig vezet a 41-es főúttól, innen pedig összesen több mint 4 km hosszan, most két új kerékpárút visz majd tovább a környező településekre. Van egy hivatalos kifejezés, ez az úgynevezett hivatásforgalmi kerékpárút definíciója, amelyik egy adott központi település megközelítését szolgálja, nem gyalogosan, nem gépkocsival, hanem kerékpárra, hiszen azt gondolom, hogy az itteni települések, ami Baktalórendházához tartozik, nem nagy távolságok vannak, ebben éppen Petneházát, Nyírjákot és Nyírkércset kötjük be, illetve Baktalórendházának egy részén felújítjuk azt a kerékpárutat, hogy a város túlsó sarkából is biztonságosan tudjanak jönni az emberek. Tehát ez a fajta szolgáltatás nyújtása, mint járási központnak a feladata, ehhez nyújt most egy infrastruktúrális hátteret. A kerékpárutak felújítása és építése azonban nem csak a járási központok megközelítése szempontjából fontos a megyében, hanem turisztikai célokat is szolgál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan megye, amely rengeteg látnivalóval bír, és akkor tudunk igazából eredményeket elérni, hogy ezeket a látnivalókat úgy tudjuk megmutatni, hogy az a kerékpáros társadalom számára is teljesen elérhető legyen. Ez a beruházás ezt a célt is nagyban fogja segíteni, és emellett, amint említettem, a hivatalos forgalom szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír, nem csak itt Baktalórendházán belül, hanem azokon a környező településeken is, amelyek be lesznek kapcsolva ezzel a kerékpáros vérkeringésbe, és biztos vagyok benne, hogy ez a beruházás nagyban fogja segíteni a kerékpáros barát megye célunk megvalósítását. A kerékpárutak felújítását és kialakítását 500 millió forintból valósítják meg a településen, és várhatóan 2019. június végén veheti majd használatba a lakosság azokat.